Ának a csorbítását. Feri, ne beszélgess mással, mert neked beszélek. Tehát amit mondtad, hogy a versenyeztetés mellőzése, meg szépen le van írva, hogy a kormány gazdaságpolitikájának a képviselete a Magyar Fejlesztési Bank részéről. Ezek nagyon derék jó célkitűzések. Tényleg, ilyen szépet kihagyni is kár lenne. De azt, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt a miniszter így közvetlenül utasíthatja, és az általam végtelenül tisztelt Fónagy János azt mondja a bevezetőjébe, hogy egy folyamatba épített ellenőrzés egyik oldalon, 5 perccel később meg utóellenőrzésről beszél. Kérem, ez két komplementer halmaz. Vagy az egyik, a folyamatba épített ellenőrzés, ami jó, ezért tudnak az újságcikkekről, meg másról, amit itt voltak szívesek felemlegetni, teljesen joggal, hogyha valaki hibázott, azt felelősségre kell vonni. És egész más az utólagos ellenőrzés. Tehát valahogy megint a dolognak a szakmaisága, hogy hogyan történne ez. Másrészt azt a vagyontanácsot lehúzni itt, ami igazából egy olyan tényleges ellenőrző testület volt, amit a tagjait a köztársasági elnök nevezte ki. Az országgyűlés közvetlen kontrollt gyakorolhatott a tevékenysége fölött, szóval azt egy ilyen kicsit vezérelvű célirányossal, lehet, hogy nagyon hatékonnyal úgy elvetni, hogy nem tesz mellé olyan pontokat, ahol a transzparencia, az ellenőrzés, mondjuk az országgyűlés számára, akár az ellenzéki képviselők számára, mert én meg foglak téged kérdezni ezután is. Biztos vagyok, hogy el is mondod, hogy mi az igazság, de ez nem egy parlamentáris forma. Szóval itt azért úgy kellene törvényi garanciákat adni a működésre, ami például abban nyilvánult meg, hogy az állami számvevőszék jelölhette a felügyelő bizottságnak az elnökét. Tehát ilyen korrekciókat én nagyon szeretnék, hogyha még belekerülne a nagy kapkodás mellett is. Aztán van ez a másik, ez a fejlesztési bankhoz van delegálva a tulajdonosi jogok gyakorlása. Ajánlom mindenkinek, hogy figyeljen egy picit, mert ez 32 vállalat, felolvasom, hogy ki kerülnek ki a tényleges ellenőrizhetőség köréből a banktitok hatásköre alá. Mondjuk az, hogy a Magyar Export Import Bank, Export Hitel Biztosító ZRT, Garantika, Diákhitel, Állami Autópálya, ez már érdekesebb. Nem lesz az országgyűlésnek rálátása az állami autópálya folyamataira, mert a Magyar Fejlesztési Bank működését a banktörvények szabályozzák, vonatkozik rájuk a banktitok. Ha ő akar, nyilatkozik valamiről, ha akar, nem. Aztán folytatom. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Nagyon fontos a munkája, jó lenne, hogyha látnánk valami kontrollt róla. Magyar Közút, Nonprofit ZRT, ők mondjuk nonprofittak, elég, hogyha hatékonyan működnek. Kisvállalkozás Fejlesztő Pénzügyi ZRT. Nagyon fontos, jó lenne, hogyha transzparens lenne a működése. Corvinus, támogatás közvetítő, Magyar Turizmus Réhez. Na most jönnek a csiklandos dolgok, amiből már 12 elment a Fidesz kormány utolsó hónapjába. Mezőhegyesi, Ménes Kft. Nem lett privatizálva, itt van benne. Tehát a Mezőhegyesi, elvétettem a felsorolást. Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft., Nemzeti Lóverseny Kft. Bekerül a bank alá, Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, ITDH, Hungarofest, Regionális Fejlesztési Hon, na most jönnek az erdők, Bakony Erdő, Erdészeti és Faipari ZRT, Dalért, Délalföldi Erdészeti ZRT, Északerdő, Erzőgazdasági ZRT, Gemenci Erdő és Vadgazdasági ZRT, Gyulaj, Erdészeti és Vadászati ZRT, Ipoly Erdő ZRT, csak mindenki, hogy megtalálja sajátját. Kisalföldi Erdőgazdasági ZRT, Kefag, Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT, Egererdő, Erdészeti ZRT, Mecseki Erdészeti ZRT, Nefag, Nagykunsági Erdészeti és Faipari ZRT,
Nyírerdő, Nyírségi Erdészeti ZRT, Pilisi Park Erdő ZRT, Sefag Erdészeti és Faipari ZRT, ez a soproni, Szombathelyi Erdészeti ZRT, Taeg Erdőgazdasági ZRT, Vadex Mezőgazdasági Erdő és Vadgazdálkodási ZRT, Vértesi Erdészeti és Faripari ZRT, Zala Erdő Erdészeti ZRT, és csodák csodája, még ilyen cégek is bekerülnek az MFB tulajdonosi jogokat gyakorló hatásköre alá, mint a HM Budapesti Erdőgazdasági ZRT, HM Kaszópusztai Erdőgazdasági ZRT és a HM Verga Erdőgazdasági ZRT. Hát, hogyha valaki ennek a részleteit összerakja, én nagyon remélem, hogy egy előremutató és a fónagy képviselő úr által kifejtett célirányos fejlesztés szolgáló tőkejuttatás és egyéb nemzeti haszonnal járó folyamatok kezdődnek, de hogy tényleg így legyen, ahhoz teremtsék meg, kérem, a törvényi garanciákat. Még egy dologra szeretnék kitérni, ez a APEC és a VPOP bevételi kormánybiztosságnak a kérdése. Biztos, hogy az állami bevételek garanciáját növelni tudja egy integráció. Tehát maga a gondolat biztos, hogy arra érdemes, hogy kidolgozzák, szakmai tanulmányok készüljenek, és hatástanulmányok után eldöntésre kerüljön, hogy egy ilyen súlyos szervezeti lépést végrehajt a kormányzat, vagy pedig azt mondja, hogy több kárral jár, mint haszonnal. A utóbbi napok visszajelzései attól arra engednek következtetni, hogy lehet, hogy sok kárt fog okozni. Tehát ezekben a meghatározó szervezetekben nagy bizonytalanság tapasztalható, hogy mi lesz a sorsuk, hogy fognak működni, és ami még nagyobb baj, hogy nem látszik a folyamat, hogy hova kívánnak eljutni. Tehát ez a törvény kijelöl néhány vezércélkitűzést, felhatalmazást ad gyakorlatilag mindenre, utána már nem sokat kell foglalkozni az országgyűlésnek ezekkel a kérdésekkel, és nem látszik a folyamatnak a vége. Tehát az elején már utaltam a jogalkotási törvényre, elvileg hatástanulmány nélkül törvényt ide behozni nem lenne szabad. Tehát nem csak a gazdasági bizottsághoz kerülhetne úgy ez a törvény, hogy előtte a házelnök kijelöli, hatástanulmány nélkül igazából a törvényeknek ezek a lényeges elemei nem nagyon kerülhetnének a ház elé. Tehát ezt a szakmaiságot, ezt a, hogy mondjam, elkötelezettséget szeretném kérni kormánypárti képviselőtársaimtól, és nem azokat a választási lózungokat. Szóval a választáson már túl vagyunk, kormányoldal annyian van, mi ennyien vagyunk. Én azt kérem, hogy próbáljanak érdemi, értelmes szakmai munkát végezni. Én nem gyanakvással kezelem a kormányzat célkitűzéseit, előterjesztéseit. A szakmai igényesség jegyébe szóltam hozzá, és nagyon remélem, hogy mire elfogadjuk, sokkal jobb lesz, mint most. Köszönöm szépen. Megköszönöm képviselő úr felszólalását. Tisztelt országgyűlés, a társszerűség érdekében szükségesnek tartok önökkel egy információt közölni. A kezemben lévő dokumentum tartalmazza, hogy a házelnök úr a szóban forgó törvényjavaslat tárgyalására első helyen a Gazdasági és Informatikai Bizottságot kijelölte.